Marosvásárhely az egyetlen település Romániában, ahol nincs elfogadott iskolahálózat, a helyzetre már csak a minisztérium tudna megoldást nyújtani. Már kétszer is napirendre tűzték a helyi tanácsban az iskolahálózat elfogadását, de egyszer sem sikerült megszavazniuk a tanácsosoknak. Az ellene szavazók azt szerették volna, hogy az iskola hálózatban szerepeljen a római katolikus gimnázium is. Ennek hiányában a legutóbbi tanácsülésen is többségben voltak azok a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők, akik ellenezték az iskola hálózat megszavazását. Ugyanakkor a Maros megyei főtanfelügyelő Joán Akár ilyen álláspontja sem változott meg. Induljunk ki a törvényes előírásokból. Ezek szerint az iskolahálózat az engedélyezett és akreditált tanintézmények összességéből áll. Azt gondolom, hogy ez a cikkei elég beszédes. Jelen pillanatban Marosvásárhelyen a 2017-18-as és 2018-19-es tanévre nincs a tanügyminisztérium által megszabott határidőig jóváhagyott iskolahálózat. A főtanfelügyelő hozzátette: Már december 15-ig kellett volna az iskolahálózatról szavazni, a határidő lejárta után értelmetlen a kérdéssel foglalkozni. Úgy véli, ezt a helyzetet csak a tanügyminisztérium oldhatja meg azzal, hogy kivételt tesz és új határidőt szab meg Marosvásárhelynek. Amennyiben jóváhagyott iskolahálózat nélkül kezdik el a tanévet, úgy az önkormányzatnak ez több költséget jelent, mert nem tudja például kedvezményes áron kifizetni az elfogyasztott földgázat a szolgáltatónak.